Nyilvános edzésen mutatkozott be újra az ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnok jegén a Szapa-Fehérvár AV19 jégkorong csapata. A másfél órás gyakorlás során a játékosok gyakorlatilag magukat edzették észak-amerikai mintára. A rendhagyó edzést követően bemutatták a klub új, illetve régi új játékosait is. Az utóbbi évekre nem jellemző óriási játékos mozgás volt tapasztalható a csapatnál, és a szakosztály igazgató Ocskai Gábor bízik abban, hogy az erősítéseknek meg lesz az eredménye. Én nagyon várom azt, hogy jól fog szerepelni a csapat, de azért ehhez még nagyon sok olyan dolgot is teljesíteni kell majd ennek a csapatnak. Itt gondolok elsősorban arra, hogy a szakmai tímnek a lehető legoptimálisabb összeállítást, egy sérülésmentes, nagyon jó szezont szeretnék én is látni, és azt egyben, hogy célkitűzésünket azt, hogy egy playoff hely meglegyen, az nagyon-nagyon fontos lenne most a fehérvári és a magyar hoki számára egyaránt. Bemutatkozott az NHL-ben is megforduló kapus Adam Munro is, aki ugyan keveset tudott eddig a fehérvári jégkorongról, ám mégis előrelépésnek érzi, hogy az EBL-ben játszhat. Nem sokat tudtam korábban a fehérvári jégkorongról. Kevin Primő edzővel beszéltem néhány alkalommal, aki meggyőzött, hogy érdemes idejönnöm. Az osztrák élvonalban azonban játszik néhány barátom, akiktől tudom, hogy színvonalas és erős a bajnokság. Újra Székesfehérváron korcsolyázik majd jégre Sille Tamás, aki korábban már hosszú évekig szolgálta a volánt. A rutinos játékos 2006-ban távozott a csapattól, most azonban visszatért, hogy rutinjával segítse a magyar rekordbajnokot a további sikerek elérésében. Itt Fehérváron mindig a legnagyobb elvárások voltak csapattól, csak a jó játék, jó szereplés az osztrák bajnokságban, szóval számomra ez egy nagy kihívás, és ezért vállaltam. Sille Tamáson és Adam Munron kívül Cristiano Borcatello, Harlan Prett és Derek Ryan is bemutatkozott, akik egytől egyig remekül érzik magukat Fehérváron, és ahogyan fogalmaztak, mindent megtesznek majd a sikerekért. Akik élőben szeretnék látni a Szapa-Fehérvár AV19 csapatának hazai mérkőzésein az új játékosokat, azok már megválthatják bérleteiket. A szeptember elején rajtoló osztrák bajnokikra a diákok 800, míg a felnőttek 1500 forintért válthatnak állójegyet. Az ülőjegyek ára 2500 forint. Az éves felnőtt állóbérlet 17 000, míg a diák 8 000 forintba kerül. A névre szóló ülőbérleteket 40 000 forintért lehet megvásárolni a következő szezonra.